Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Május 22-e szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Ha szerda, akkor polgármesteri vizit a Győr Plusz Rádióban. Ismét fontos témák kerültek terítékre. Sok évi adósságot törlesztenek, elindult a Dériné és a Borsos Miklós utca közötti játszótér fejlesztése. Újabb fejlesztés a Győri Állatkertben. Különleges játszóteret és családi kalandösvényt adtak át a parkban. Ha két hetente szerda reggel, akkor szokás szerint polgármesteri vizit a Győr Plusz Rádióban. Ezúttal is érdekes és fontos témákkal érkezett dr. Dézsi Csaba András a reggeli műsorba, ahol hagyományos módon a hallgatók is tehettek fel kérdéseket a városvezetőnek. A polgármester a többi között beszélt a kedvesti viharról, a több szakákban, a napokban elért etósikerekről, de a belváros élhetőbbé tételéről, Győr tisztaságáról és a Zöld Győr program folytatásáról is szó volt a vizitán. Az elmúlt napok zöld-fehér sikereiről beszélt a Győr Plusz Rádió reggeli műsorában a polgármester. Dr. Dézsi Csaba András kiemelte a férfi és a női focisták, illetve a férfi és a női kézilabdások sikereit is. Egy tudatos sportmenedzsment építés folyik a háttérbe, és nekem polgármesterként nem az a feladatom csupán, hogy adjam a pénzt ide-oda-amoda, hanem az, hogy olyan menedzsmentet próbáljunk összeállítani, amelyik tényleg győri és győriként a szívügyének érzi a várost, vagy pedig győrivé válik és lelkében zöld-fehér. Hát erről szól az is, hogy létrehoztuk a Rábajátót például, hiszen több olyan sportág volt, aminél nem volt ernyő szervezet, és nem volt abszolút támogatva Győr városában. És nyilván, amikor az ember egy olimpiai bajnoktól veszi át a város vezetését, akkor azt mondja, hogy hát azért a sportban itt egy nagyon komoly sportlétesítmények épültek, jó energetikában lehet kritizálni, de ettől függetlenül ez tény. Mit lehet tenni, hogyan lehet ebben előrelépni, és azt mondtam, hogy legyen minél több igazolt sportoló, nem feltétlenül versenyző, de igazolt sportoló Győr városában. A polgármester arról is szólt, hogy sok pozitív véleményt kapott azzal kapcsolatban, hogy közbenjárásával sikerült levetetni a gipszbesorolást a Szent Iváni földekről. A városvezető szerint a lényeg, hogy semmilyen a győriek egészségét veszélyeztető cég nem települhet a bővülő ipari parkba. Az ipari park 2-t azért hoztuk létre, mert betelt az ipari park 1, és hogyha nem telepítünk ipart, akkor még az az ipar is el fog menni Győrből, ami a klasszikus, hiszen például a Kardó Butolgyár megkeresett a tulajdonosa, hogy szeretnének kiköltözni a Péri ipari parkba, mert Győrben már nincsen hely. És tehát a győri ipar az egy nagyon egylábon álló ipar, és nekem, mint polgármesternek az a dolgom, hogy Győr városnak a jövőjét próbáljam biztosítani, és ennek az ipar az alapja. Nyilván az itt élő emberek tudása, szorgalma, munkája adja meg ennek az egésznek az erejét, de a lehetőséget az ipar teremti meg, a munkahelyek teremtik meg. A városvezető a Zöld Győr program eredményeiről és folytatásáról is szólt a reggeli rádió műsorban. Létrehoztuk a babaligetet, 3000 fát elültettünk, vettünk 13 olyan buszt, ami egyébként 52-t vettünk, mert porrasztó állapotban voltak a buszok, de 13 ebből elektromos busz. Tehát rengeteg olyan zöld programot indítottunk el, fecskevédelmi programot például, ami egy komplex Zöld Győr programnak a része, és az expo, ami elindult, ez a Zöld Expo, ez most már nemzetközi lesz jövőre, úgyhogy nagyon szépen fejlődik az egész, egy szemléletváltó munka is van mögötte. A polgármesteri viziten szokás szerint hallgatói kérdésekre és felvetésekre is reagált Győr első embere. Két hullámban érkezett meg kedd délután egy több száz kilométeres zivatarrendszer a Dunántúlra. Szlovénia és Horvátország felől jöttek a sötét felhők, amelyekből hol nagy mennyiségű eső, hol jég hullott, de mindenütt viharos erejű szél kerekedett. Intenzív felhőszakadások, villámlások és erős szél jellemezte a vármegyét a kora esti órákban. Győrben is komoly károkat okozott a vihar. Adivárosban, a Szabolcska utcában ágakat tört le a szél, de volt olyan fa is, amit gyökerestül tépett ki az orkán erejű légmozgás. A vihar okozta károkat még szerda reggel is folyamatosan takarították el a Győr-Szolt szakemberei. Sok évi adósságot törleszt az önkormányzat Marcalváros 2-n, ahol elindult a Déri Tibor és a Borsós Miklós utca közötti játszótér fejlesztése. Erről a polgármester, a körzet önkormányzati képviselője és fideszes képviselőjelöltje számoltak be a helyszínen. A tájékoztatón elhangzott,
A 10 emeletesek között lévő nagy területű közkedvelt placot a tervek szerint 2 ütemben fejlesztik. Kerítéssel választják el a játszóeszközöket és a parkot, de modernizálják is az egész területet. A régóta várt játszótérfejlesztés első üteme már el is indult itt a Déri Tibor és a Borsos Miklós utcák közötti területen. Népszerű a plac, de nagy területű és elavult, ezért kezdtek annak felújításába. A játszótereken elkezdtünk olyan felújításokat, olyan kiegészítéseket végezni, mert korábban nem figyeltek. Például napvitorlákat szereltünk fel minden játszótérre, elkezdtünk nyilvános WC-ket telepíteni, ami most lehet, hogy viccesen hangzik, de az emberek nem a bokorba végzik le a dolgokat, ez egy fontos dolog. És itt most egy speciális helyzet van, ez egy nagy lakó épületekkel körbevett olyan játszótér, ami egy nagy tér, és szanaszéllyel vannak a játékok. Ugye itt nagyon sok ember jár keresztül a téren, ezért ezáltal a gyermekek sem feltétlenül vannak biztonságban, és képviselő úr javaslatára egy olyan játszóteret hozunk létre, ami egy körülvett kerítéssel, körülvett biztonságos játszótér, a gyerek ne tudjanak kiszaladni, elszaladni, ne kerüljenek veszélybe itt akár a kerékpárforgalom kapcsán, és a játszótér fejlesztésnek egy része az átrendezés, amikor egy helyre, egy körzetbe kerülnek a játékok, és ezt majd körbe fogjuk venni egy kerítéssel. Úgyhogy, és nyilván emellett még újabb játszóeszközök is kerülnek majd ide. A körzet képviselője szerint évtizedek óta újítgatják a játszóteret, de eddig átfogó megoldás nem született. Most azonban az a cél, hogy a teljes placot modernizálják. Marcaváros 2-n a játszóterek tekintetében lépésről lépésre haladtunk. Sok nagy sikerélményünk van ezzel kapcsolatban, akár a Kovács Margit utcai vagy a Pácai utcai játszótérre gondolok. Ez a Borsos Déri Tibor utca közötti játszótér nagy elmaradásunk volt, mert olyan nagy, hogy hirtelen ezzel nem úgy lehetett mint kezdeni, ugyanakkor nagyon sokan laknak a környéken. És ez ráadásul több funkció is volt, mert ugye keresztül is járnak a téren. És végre sikerült egy olyan koncepciót kialakítani, ami ezt az egészet kicsit más szempontból nézi meg, remélem a sokszor sokkal lakhatóbb lesz, és sokkal jobban fogják a gyerekek és az itt lakók is értékelni erőfeszítéseinket. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltje szerint a biztonság a legfontosabb szempont a most indult játszótér felújításnál. Nagyon nagy területű ez a játszótér, és nagy az átmenő forgalom. Magyarul egyik helyről átmegy a gyermek játszani egy másik játékra, akkor lehet, hogy útban lesz neki a biciklis forgalom, akkor most már a rolleresek is megjelentek, úgyhogy ennek akarunk véget vetni úgy, hogy kerítéssel elkerítjük ennek a nagy területnek egy részét, és az csak játszótér lesz, és a másik része lesz parkosítva, ez lesz a második üteme ennek az egésznek, most még csak az első ütemnél tartunk. És ugye a biztonság a fő lényeg ennek a koncepciónak. Ennek az oldalán a terület, ennek az oldalán lesz csak játszótér, ennek parkos rész, úgyhogy bízunk benne, hogy szívesebben lejönnek a szülők a gyerekekkel ide játszótérre, és annak is örülünk, hogyha megszűnik ez az instabilitás, ami itt eddig volt. A felújítás első üteme 3,8 millió forintból valósul meg, de a következő időszakra tervezett második ütem is hasonló költségvetésű lesz majd. A végeredmény pedig egy modern, biztonságos, élhető játszótér lesz Marcalváros 2-n. Újabb fejlesztés valósult meg a Győri Állatkertben, ahol különleges új játszóteret adtak át a sajtó jelenlétében. A családi kalandösvény különlegességét az adja, hogy a játékok a kecskekifutón keresztül vezetnek, így a kisállatok és a gyermekek egy-egy elemet akár közösen is kipróbálhatnak. Az ünnepélyes átadó rendezvényen dr. Dézsi Csaba András polgármester kiemelte, példaértékűek azok a fejlesztések, amelyek az elmúlt időszakban megvalósultak az állatkertben. A kecskék már birtokba is vették azt az új játszóteret, amivel kibővült a Szantusz János állatkert. A sajtónyilvános eseményen elhangzott, az elmúlt időszakban több fontos fejlesztés és újítás volt az állatkertben, ami mindenképpen példaértékű. Nemzetközileg elismert nagy állatkertekben ez már bevett szokás, hogy olyan játék lehetőségeket, olyan kaland lehetőségeket, egy kalandpart jellegű játszó teret adnak a gyermekeknek, ahol kicsit olyan kalandosabb úton tekinthetnek bele az állatkertnek az életébe. Úgy gondolom, ez megint egy példaértékű dolog, hiszen rendkívül szép az egész építmény, és rendkívül praktikus, hiszen itt
eltölthetnek olyan időt a gyermekek, ahol az állatokkal is találkozhatnak, de közben még egy ilyen ügyességi pályának is megfelel. Úgyhogy gratulálok igazgató úrnak a fejlesztéshez. Nem lepődtem meg rajta, mert amiket ő csinál Győrben itt most már lassan 25 éve, az mindig is kiemelkedő volt, hiszen ma már az állatkert Győr városának egyik kiemelt turisztikai látványossága, és ezt még tovább fogjuk fejleszteni, hiszen a terveinkben még további területeknek a meghódítása és állatokkal való benépesítése van tervben. Dr. Andréka György az állatkert igazgatója elmondta, a kalandjátékokon a gyermekek és a simogatóban lévő állatok kapcsolatba kerülhetnek egymással, meg lehet őket simogatni, és meg lehet őket etetni. Ez egy állatsimogató. Egy olyan állatsimogató, ahol a gyerekek, de akár a szülők is, és a simogatóban élő állatok közvetlen kapcsolatba kerülhetnek egymással. Itt az állatokat meg lehet etetni, meg lehet érinteni, meg lehet simogatni, vagy egyszerűen csak időt lehet együtt tölteni velük. De mégis ebben a simogatóban kell egy kis pihenőpálya, ahova félrehúzódhatnak a különböző fajok egyedei. Ahol félrehúzódhatnak kicsit a gyerekek, hogyha már túl sok nekik a kecskék mohósága, de ami számunkra talán még fontosabb volt, félrehúzódhatnak egy kicsit a kecskék, ha már túl sok az emberekből. De hogyha már félrehúzódnak, azért ne unatkozzanak, ezért egy-egy mászó területet, egy-egy kalandparkot építettünk mind a gyerekeknek, mind a kecskéknek. A kecskék használják a saját kalandparkjukat, a gyerekek a saját mászórendszerüket, és ami a legérdekesebb, és talán a legnehezebb volt a történetben, hogy ezek a mászórendszerek ugyan közel legyenek egymáshoz, érinthető távolságban legyenek egymástól, de ne legyenek átjárható. Az igazgató hozzátette azt is, a szabadidős terület mellett két új faj bemutatására is sor került az elmúlt napokban. Ennek a szabadidős területnek egy másik állomása, pedig két olyan új faj bemutatása, ami eddig nem volt az állatkertben. Az egyik a szurikáták, már most a látogatók első számú kedvencei, a másik pedig a tarajos sülök. A tarajos sülök egy igazi holtvágány egy állatkert életében. Tehát nagyon sok pénzt költünk arra, hogy megfelelő kifutót építsünk, megszerezzük a sülöket, majd őket soha nem lehet látni. Úgyhogy jelenleg a sülöknek éppen az oktatása folyik, hogy megszokják azt, hogy nappal is mozogjanak, és én bízom benne, hogy egy-két hónapon belül már kézből etetve fogunk tudni mesélni ezekről az állatokról. A kollégáknak külön köszönet ezért a kitartó munkáért, és hát jó szívvel azt kell, hogy mondjam, hogy könnyű úgy álmodozni, és könnyű úgy fejleszteni és építkezni, hogyha a szükséges anyagi háttér egy jelentős részét a tulajdonos, tehát Győr városi önkormányzata biztosítja, és nekünk csak ezt a bizonyos másik felet kellett hozzátenni ahhoz, hogy ez az egész megvalósulhasson. Az új játszótér után a polgármester a szurikátákat is megnézte, sőt meg is etette a kíváncsi kis cugiságokat. Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját az Arabona Polgárőr Egyesület. Ráadásul az Országos Polgárőr Szövetség 2024-ben az Év Polgárőr Egyesülete címmel tüntette ki a Vármegyében. Az önkormányzat a kerek évfordulón 7,6 millió forintos támogatást nyújt a szervezetnek, amiből új járőrautót vásárolnak majd a polgárőrök. Az új járművel hatékonyabbá tehetik munkájukat, ezzel pedig tovább fokozhatják a győri városrészek közbiztonságát. Családias hangulatú sajtótájékoztatóra várták a sajtó munkatársait a Városháza Bizinger termébe szerdán. Egy Győrben kiválóan működő civil szervezet támogatását jelentette be az önkormányzat, mely ezzel a segítséggel szintet léphet és még hatékonyabban tevékenykedhet. Nagyon fontos a győri önkormányzat számára, hogy támogassa azokat a szervezeteket, akik a közbiztonság megtartásához bármilyen formában hozzá tudnak járulni a rendőrség és a városrendészet mellett, és ilyen szempontból a polgárőr egyesületeknek kiemelt szerepe van Győr városában is. A legrégebb óta működő polgárőr egyesület, az Arabona Polgárőr Egyesület Győrben, az ő tevékenységük valóban példaértékű a városban, van mit követni a többi egyesület számára. Az idejében ráadásul az Év Polgárőr Egyesülete díjat is elnyerték. Nagyon hatékony munkát végeznek, és próbáljuk olyan formában őket is segíteni, amilyen segítségre éppen szükség van. Így az idejében a támogatás formájában szeretnénk azt támogatni náluk, hogy egy gépjárműt be tudjanak szerezni. Dr. Lackovics Takács Tímea és Borsi Róbert adták át jelképesen a 7 650 000 forintos támogatásról készült táblát. Marcalváros önkormányzati képviselője szerint nagy területen és rendkívül fontos munkát végeznek a polgárőrök.
Az Arabona Polgárő Egyesület ugye 30 éve működik Győrben. A működési területe a legnagyobb lakótelepeket, Marcavás, Adivárost, Gyárvárost, ezen kívül Belvárost és Szabadhegyet is lefedi, tehát majdnem azt mondhatjuk, hogy a félváros az ő működési területekhez tartozik. Nyilván ekkora területet be is kell tudni járni, ami ez elengedhetetlen egy gépjármű. Az Arabona Polgári Egyesületnek egyébként sajnos saját tulajdon autója az elmúlt 30 évben nem volt, most erre teremtettük meg a lehetőséget egy pénzadomány formájában, amit átadtunk itt a mai napon. Az egyesület eddig nem rendelkezett saját autóval, csupán a készenléti rendőrség biztosított számukra egy gépjárművet a meglévő robogóik mellé. A szervezet irodája ugyan Marcalvárosban van, de jó néhány városrészben teljesítenek szolgálatot a polgárőrök. A hatékonyabb működésükhöz elengedhetetlen egy saját gépjármű. Hatalmas nagy terület, tehát az éjszakai járőrzés elengedhetetlen. Ugyan van két motorunk, robogót, amit kaptunk a rendőrségtől, de azokat csak a nyári időszakban tudjuk inkább használni, tehát télen vagy külterületen. Járőrözés vagy olyan helyeken, ahol másképp nem férünk el a gépjármű elengedhetetlen. Svitek Norbert hozzátette, nagyon örülnek a támogatásnak, és a továbbiakban is azért dolgoznak majd, hogy a győriek még nagyobb biztonságban érezzék magukat. Termelői vásár, kihelyezett hulladékudvar és gyermeknap. Bőséges lesz a programkínálat az előttünk álló hétvégén Győrménfőcsanakon. Szombat délelőtt a Bezerédi kastély előtti parkban meselabirintus, pónilovaglás és kis halászzenekar koncertje is várja a gyerekeket. A kastély udvarán pedig az őstermelők kínálják majd egyedi portékáikat. Még szintén szombaton a jól bevált helyszínen a kihelyezett szelektív hulladékudvar is megnyitja kapuit Ménfőcsanakon. Szinte azonnal megkedvelték a ménfőcsanakiak a termelői vásárt és a kézműves piacot, ráadásul a Bezerédi kastély udvara tökéletes helyszínnek bizonyult. Most szombaton délelőtt 9 és 12 óra között minden generációt várunk a Bezerédi kastélyhoz, hiszen az udvarba 17. alkalommal nyílik meg a ménfőcsanaki kézműves és termelői piac. Szép árukkal, termékekkel, terményekkel várják az árusok az ide kilátogatókat, és mind ahogy szoktuk, az elmúlt időszakban egy másik programot is kapcsoltunk. Május utolsó hétvégén természetesen ez az esemény nem más, mint a gyereknap. Harmadik alkalommal szervezünk meg Ménfőcsanakon. A népszerű elemeket mindig megtartjuk a rendezvényekből, így lesz csillámtetkó, ugrálóvár, pónilovaglás, ezek nagyon népszerűek voltak az elmúlt évek alkalmával is, de mindig próbálunk új elemet is belekapcsolni, belefűzni a programba. Lesz például egy kis zenekar, zene is a gyerekeknek, illetve gólyalábas zsonglőr műsor is lesz, ami még nem volt ebben a városrészben, ezt kíváncsian várjuk. Készülünk egy kis vendéglátással is, a helyi fagyizó jóvoltából fagyival kedveskedünk a gyerekeknek, lángossal, kürtös kaláccsal és kis frissítővel is. Lesznek kézműves foglalkozások, gyöngyfüzés, tűzománc ékszerkészítés és hasonlók, illetve lesz egy kis legósarok is a gyerekeknek. Ezen a hétvégén azoknak is kedvez az önkormányzat, akik lomtalanítani szeretnének, és megszabadulnának a felesleges hulladéktól. Ugyanezen a hétvégén 8 és 16 óra között a megszokott helyszínen a Lavil teleppel szemben kijelzett hulladékudvar is lesz Ménfőcsanakon. A szokásos formában várjuk a kedves lakosokat, az otthon felgyülemlett lomokat itt le tudják adni, ami szükséges egy lakcímkártya csupán. Ez is bevált a hulladékudvari Csanakon, igaz? Sokan kihasználják ezt a lehetőséget. Így van, nagyon népszerű volt az elmúlt években, sőt, már rengeteg kérdés érkezett az idejében is, hogy mikor szervezzük meg, úgyhogy nagy az igény rá a városrészben. Most szombaton tehát egészen biztos, hogy minden korosztály talál megfelelő programot Győrménfőcsanakon. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb csütörtökön este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.